Büszke vagyok magamra, hogy első lettem. Szandra Komlóról érkezett a Spéci sportnapra. Erőemelésben indult. Bementünk, és lefeküdtünk, és úgy emeltük föl. A Spéci sportnapon az erőemelésen kívül darts, lengőteke, váltóverseny, zsinórlabda, íjászat és kispályás labdarúgás szerepelt a programban. Melinda épp az aranyérmét kapta meg az erőemelés végén. Volt a konti, a korridomban, és ő érzett magának, és ügyes voltunk. A Spéci sportnapot a fogyatékkal élők Baranya megyei sportszövetsége minden évben más helyszínen rendezi. Idén a Harkányi Kitájbelpál általános iskola is amik biztosította a helyszínt. A rendezvény fővédnöke Baksai Tamás Harkányváros polgármestere volt. Elsősorban tanulásba akadályozó gyerekek vannak, ennek oka az, hogy ők vannak szegregált oktatásban, míg a többi fogyatékkal élő specifikum az integrált oktatásba vesz részt, de azért van itt hallás sérült gyerek is, tehát teljesen nyitott, így is írtuk ki, sőt még kiterjesztettük a nem konkrétan a szövetséghez tartozó gyerekekre is a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekeket is vártuk ide a mai napra. A rendezvényen 100 fiatal sportolt együtt, akik egymást biztatva versenyeztek.